Vecsei Gyulánéhoz érkezik a szociális tűzifa. Azt mondja, vannak napok, amikor be sem tud gyújtani, inkább átmegy a szomszédokhoz. Nehéz életkörülmények között egyedül él. Rokkan nyugdíjas vagyok. 62 ezer forintból élek. Úgyhogy próbálok venni, de nagyon megköszorítsam, mert ami megmarad, ugye akkor az még kimennek a csekkekre. 45 ezer forintot költ tűzifára egy fűtési szezon alatt. Rajta kívül 179 rászoruló jelezte igényét az év szeptemberig a polgármesteri hivatalnak. Több mint 300 tonna tűzifa kiszállítása történik meg itt Szekszárdon. Ez a költségvetésből kb. 12 millió forintba kerül nekünk. A rendelet szerint február végéig kell kiszállítani a fákat, de a város arra vállalkozott, hogy január elejéig minden igényt kielégítenek. Eddig az összes kérelmező 80%-a már fűthet a fákkal. Egy család 15 mázsányi tüzelőanyagra volt jogosult.